és aki nem akar más kerületbe menni, mert én itt születtem, én itt is akarok meghalni. Azért 34 éve itt lakok, fizettem végig a rezsit, soha fel vagy újít a gyönyörűen, nehogy már utcára tegyenek. Vagy olyan helyre, meg annyi pénzre, amit nem tudunk megfizetni. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes több mint egy hete nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, miszerint 10 önkormányzati épületet sajátítanak ki az állam Józsefvárosban. Ha ezt a parlament megszavazza, több mint 200 család kerülhet az utcára október végéig. Sem bennünket, sem ezeket az embereket nem tájékoztatták előre. Nem tudtunk felkészülni arra, hogy mi készül. Mi úgy számolunk, hogy körülbelül 500 embert érint a döntés, ez 210 családnak a biztonságos lakhatását jelenti. Eredeti szándékunk az volt, hogy újabb információkat adjunk a saját projektünkről, most sajnos nem erről fogunk beszélni, hanem arról, hogy ha elfogadták ezt a törvénytervezetet, akkor mi vár ránk, rájuk, mint lakókra is, ránk, mint önkormányzatra. A rendkívüli sajtótájékoztatón Pikó András elmondta, minden eszközzel azon dolgoznak, hogy a törvénymódosítást visszavonják, és ha kell, alkotmánybírósághoz fordulnak, és nemzetközi szintre emelik az ügyet. A napokban a polgármester személyesen keresett fel minden érintett családot. 10 józsefvárosi épületet kisajátít a kormány, köztük ezt is. A kisajátítás azt fogja jelenteni, hogy innen ki kell költözni. Egyelőre az van, hogy ezt a házat le fogják bontani, és nem tudjuk, hogy önökkel mi lesz. És ezt nem fogadjuk át, mert én a gyerekemmel vidékre nem fogok menni. Ebben önnek teljesen igaza van, és én nem is szeretném, hogy ön ilyen helyzetbe kerüljön. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ne kerüljön ilyen helyzetbe. Nekem a gyerekem az jó tanuló, és én nem fogom ebből az iskolából kivenni. Az ingatlanokra azért van szüksége az államnak, mert ott szeretnének a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére új tanárképző központot létrehozni. Pikó András egy élő adásban mondta el, hogy április 17-én demonstrációt szerveznek az egyetem elé. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az önök sorsa valamilyen módon biztosabb legyen annál, mint amit most el tudtam mondani.